kislányom, küldjed az anyukád, mondd meg kérlek szépen, várom válaszát. Ki vagy te bácsi, aki tegnap is telefonált? Miért lett olyan szomorú az anyukám? Sírt is. Hívjad, siess hát, biztosan elűzöm. Mondd bácsi, te valami rosszat tettél az anyukának? Amikor keresed, mindig azt súgja, mondd, hogy nem vagyok itthon. Hát mondd el, hogy milyen a szobád, és áruljad el azt is, hogy írni tudsz-e már. Hát tudok írni, pedig még csak óvodába járok, az anyukám tanított, tudod, nekem nincs apukám, mint a többi gyereknek. Hidd el, nekem is fáj, 7 éve szenvedek már, és egyre csak várok reját. Hát nem lehet, mert én még csak 6 éves vagyok. Bácsi, miért nem szólsz? Sír a telefon. Kislányom, én sírok, gyötör egy nagy titok, s ha erre gondolok, félek, hogy választ nem kapok, érzem, hogy mást szeret, így élnem nem lehet, ezért sír folytatok a telefon. Ne sírj! A képet ezerszer láttam már, szeretném, hogyha végre mi együtt nyaralnánk. Te láttál már engem? Én már úszni is tudok, majd megmutatom neked, meglátod, milyen ügyes vagyok. Kérlek, segíts hát, én úgy szeretlek téged, s az anyukád. Te szeretsz minket? Miért? De én még sohasem láttalak. Bácsi, miért sír megint a telefon? Kislányom, én sírok, gyötör egy nagy titok, s ha erre gondolok, félek, hogy választ nem kapok, érzem, hogy mást szeret, így élnem nem lehet, nélküle tiltalak a holnapok, és ezt nem akarom, félek, hogy mást szeret. Szervusz, bácsi! Szervusz!